Lelkesen tapsolnak az ovisok csoporttársaiknak, akik Szent Márton legendájának a történetét adták elő a bátaszéki óvodában. A Mártonnapi témahét keretein belül a gyerekek megismerkedtek a szentet övező mondákkal, történetekkel és a nevéhez fűződő népszokásokkal, hiedelmekkel. Az eddigi évek programjaitól eltérően a pedagógusok úgy gondolták, hogy az idén egy színi előadással teszik változatossá a Mártonnapi programot. Több csoportból is jelentkeztek vállalkozó szellemű gyerekek, akik szívesen szerepeltek az előadásban. Ezt egy nagyon kis, egyszerű darabbal a gyerekek örömére, tényleg egy örömjáték formájában próbáljuk megjeleníteni. Idén fénytechnikát is alkalmazunk, hogy ne csak a lámpásokban, de a színdarab közben is meggyújjanak a fények, és ezzel készülünk reményteljesen erre az ünnepre. Ahó néni, ahó néni, ki volt az a Márton? Gyere ide, mellém, elmesélem. Valamikor réges régen élt egyszer egy kisfiú, akit Mártonnak hívtak. A legenda szerint Szent Márton a római császár katonájaként szolgált, és egy hideg téli estén egy koldusnak adta a meleg köpenyének a felét. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus, vállán a fél köpenyeggel. Nem sokkal később Márton otthagyta a hadsereget, és beállt papnak, hogy Isten szolgálja. De november 11-én nem csak Szent Mártonról emlékeztek meg az emberek. Ekkora fejezték be az aratásokat, a szüretet, ilyenkor kiadták a munkásoknak a bérüket, és a bér mellé mindenki kapott egy-egy hízott libát is, amit még aznap este javallott volt elfogyasztani, hiszen másnap kezdődött a 40 napos böjt. Elbújt az emberek elől a libák közé. De a libák nem maradtak csendben. Képzeld el, hangosan gágogni kezdtek, így elárulták, hogy oda bújt el. Így az emberek megtalálták, és így püspökké avatták. Márton ezután is jóságos és szerény maradt. Feltehetjük a kérdést, hogy nekünk ma Szent Márton mit jelent, és mi az a kép, amit az óvodás gyerekek elé tudunk állítani. A Mártonnapi fényünnep, a lúd és a lámpás, mint jelképek kapnak központi szerepet. A német nyelvterületről származó lámpás felvonulással emlékezünk Szent Mártonra, aki a jó cselekedeteket jelképező fényt viszi az otthonokba, vagy juttatja el mindenkinek. Még az 1990-es évek elején az akkori óvodának a vezetője Kis István Lászlóné Müller Zsuzsanna, aki ma nyugalmazott óvodavezető, hozta bátaszékre, illetve óvodánkba ezt a szép ünnepet, a lámpás felvonulást. Az óvodánkban a gyerekek életkorának megfelelően a mai napot megelőző héten már elkezdődött a készülődés, feldíszítették a csoportszobát, lampionokat, lámpásokat készítettek, aztán mézes kalácsból libákat formáltak, és ezt sütötték a nevelők, gyerekek, szülőkkel együtt készítették. Az idei évben elmaradt a szokásos lámpás felvonulás, így a színi előadás után közös énekléssel és tánccal zárták a programot.